Tehát mi a Kabbala Tanul című könyvből olvasunk, mondják az oldalszámot, a Matan Tóra, a Tóra megkapása című cikket, a Kabbala TV-n kérdéseket lehet föltenni, és a megfelelő kérdéseket is sugározzuk a leckes során. Tehát szeress fele barátodat, mint önmagad. Ez a Levitícius 19-18 rabív, aki azt mondja erről, ez a hatalmas szabály a Tórának. Bölcseink ezen kijelentése magyarázatot követel. Az a szó, hogy klál, azaz gyűjtemény szabály részletek összességét jelenti, amely, ha össze van rakva, a fejti gyűjtemény szabálygyűjteményt hozza létre. Ezáltal, amikor ő azt mondja, hogy azzal a parancsolattal kapcsolatban, hogy szeress fele barátod, mint saját magadat, az egy nagy klál szabálygyűjtemény a Tórában. Nekünk meg kell érteni, hogy a többi 612 parancsolat a Tórában összes magyarázatával együtt nem több, és nem kevesebb, mint azon részletek összessége, melyek bele vannak helyezve, és bele vannak foglaltatva az egyetlen parancsolatba, hogy szeress fel a barátod, mint önmagad. Rav. Azaz, a teljes Tóra az azért volt megadva, hogy elérjük ezt a szabályt. Na, ennek a megvalósítása, hogy szeress fele barátod, mint önmagad. És ezen a mondaton túl, hogy szeress fele barátod, mint önmagad, minden más általánosságban, minden, ami a Tórában bele van foglaltatva, az csak a részletezése ennek a törvénynek, ennek a szabálynak. Nincs többről szó, mint ez. Minden ebben van belefoglaltatva. Ezért, ha mi megfeledkezünk erről, és nem vagyunk az úton, nincs kapcsolat, nem vagyunk benne a folyamatban, nem vagyunk benne a lényegében. Ha viszont mi bele vagyunk foglaltatva ebbe a parancsolatba, magunkat valóban ennek a szabálynak az elérésére fordítjuk, akkor, és arról beszélünk már, hogy milyen állapotban, milyen szinten vagyunk, akkor az elérés állapotáról beszélünk. És az a teljes életünk és a teljes Tóra, és minden ebbe az irányba mutat, hogy elérjük ezt a kapcsolatot, amelyet szeretetnek nevezünk. Ez világos? Vagy egy hosszú agóniával teli úton haladunk, vagy pedig egy felgyorsított, rövid, egyszerű és jó úton haladunk, amelyet a Tóra útjának nevezünk. Egyik vagy a másik. De az egész emberiségnek egészen a kezdettől a végéig, végső soron egy olyan folyamatra kell koncentrálnia, amely a szeretet megjelenésére összpontosít. Mi keresztül tudunk menni különböző állapotokon, megértési pontokon, ráébredéseken, hogy eljussunk egy kényelmesebb, relatívabb, egyszerűbb lépéssorozathoz. Természetesen nekünk szükségünk van arra, hogy másképp lássuk a problémát, másképp oldjuk meg, hogy valóban képesek legyünk ugye a munkát megragadni. És nekünk szükségünk van arra, hogy problémákat élezzen az értelmünk, és ezt meg akarja oldani. És ezen keresztül mi elkezdhetünk ahhoz az érzéshez jutni, hogy egyre többet értünk abból, ami körülvesz bennünket. Tehát annak érdekében, hogy ezt az utat meg tudjuk ragadni egyszerűbb módon és egy kényelmesebb módon, ezért adták meg nekünk a Tórát. A kérdés tehát az, hogy láthatólag el kell érnünk a szeress fele barátodat, mint önmagadat, ez egy cél. Tehát szeresd uradat a te istenedet, vagy úgy, ahogy te a fele barátodat szereted, nyilvánvalóan ez a kiegészítése ennek a parancsolatnak. Tehát, hogyha ami a szenvedés útján haladunk, akkor is elérhet. Akkor látszólag elérünk valamit, de valójában nem érünk el semmit, mert minden a tudatosság felébredéséről szól az emberen belül. Tehát ez olyan, mint egy rossz gyerek, akit néha pofon vágnak, egész addig azt mondja, hogy akarom.
akarod, akkor haladsz előre. Egy lépést előre tudsz menni. Hogyha nem akarsz, akkor még egy pofont kap. Akkor már akarod. És így haladsz előre. Ez a szenvedésnek az útja. De végső soron, minden egyes lépésben az arc hátat fordít neked a teremtő, és ezen a módon az ember egyszerűen úgy halad előre, hogy szenvedek, fájdalmakkal vagyok teli, nem, nincsen igazán választásom, egyet értek, vagy nem értek egyet, egészen addig, amíg a pofont meg nem kapom, a kint meg fel nem fogom, abból kapok üzemanyagot, és akkor valóban menekülök a szenvedéstől, és ez előadás módja. Hogy menekülök a szenvedéstől, ami egy rossz módja a fejlődésnek, egy helytelen módja, de végsősorban így is előre haladok, de ez az út nehéz, minden egyes alkalommal az úton gyakorlatilag csapásokat kapok, egész addig, amíg valóban meg nem éltem, hogy lusta vagyok, én makacs vagyok, és meg nem török, és ellen indulok előre fele, amíg el nem kezdek menekülni a csapkodástól. És akkor több és több irányozott csapást kapok egészen addig, amíg el nem kezdem érezni, hogy az, ami mögöttem van, már nem is elegendő csapás, olyan mennyiségű csapást kell összeszednem, hogy már mozdulni se tudjak. És akkor nem értem, hogy akkor mondom magamnak, hogy miért vagyok ennyire hülye, miért vagyok ennyire makacs, ami meg nem tanulom. Hát nézzétek meg, hány ember van ma, aki össze-vissza rohangál a világban, lerombolja saját életét, mindenféle dolgot, háborút, gyűlöletet próbál meghódítani, és hogy mennyire bele vagyunk ebbe bonyolódva, és még mindig nem volt elég annak érdekében, hogy az igazi utat keressék. Hát nézzétek meg, mi történik a világban ma. Ez nem volt elegendő ahhoz, hogy egy lépést tegyenek előre. Nem volt elég. Mivel az előrehaladásnak a cél elérésére kell irányulnia, és nem csak, hogy menekülök a csapásoktól, mint egy állat, hanem sokkal inkább arra van szükségem, hogy az utat egyszerűbbé tegyem, hogy megértse, hogy mi történik és miért, és úgy haladjak előre, mint egy emberi lény. Azaz nekem szükségem van arra az erőre, amely hátulod nyomás alá helyez, a zavarokon keresztül, a problémákon keresztül, és hogy kifejleszek egy erőt, egy erőhöz való viszonyomat, ami vonzani fog engem, amely a szeretetét és az elfogadás érzését adja, a tökéletesség érzését adja, amely a teremtőt sugározza felém. De hogyha ez nincs meg, akkor nem tudok megmozdulni, csak ha csapkodnak hátulról. Tehát nyilván akkor a szenvedés kell megvárnom, a szenvedés pedig nagyobbá válik, egyre nagyobbá annak érdekében, hogy nem csak, hogy menekülésre bírjon rá engem, hanem hogy megpróbáljam elérni azt a nagyszerűségnek az érzését, amit a cél képvisel. Azaz, nem csak, hogy arra kell gondolnom, hogy a szenvedés az nem jó, és akkor egy fizikai síkommal a szenvedéstől menekülni akarok, hanem a mi világunk abban is segít, hogy ki tudjak lépni, tehát, hogy a Binei Baruch eljusson oda, oda, hogy a jót akarja magához vonzani, a Binei Baruch szervezete, és akkor a jó felé való elmozdulást ez a vonzás adja meg, majd még erről beszélni fogunk. Mi az a dolog, ami a legjobban megmutatja azt az utat, amit amivel a Binei Baruchnak ki kell lépni a világ irányába. A kapcsolat mondja. Milyen más különleges dolog lenne? A fény. Na de ők ezt el akarják fogadni? Nem, ők nem akarják természetesen mondja. Amit mi csinálunk, az egy áldás. Ez majd így lesz. Tehát ez egy attraktív, vonzó erő lesz az, sikere viszi az embert. Ezért visszük ezt mi ki közéjük. De ha mi többek minket látnak, ugyanazt kell látniuk. De most azt látják, hogy nem vagyunk sikeresek, nem jutunk előre.
De ha azt látják, hogy minden nagyon attraktív, minden nagyon szép, akkor követni fognak bennünket. Ezt nevezzük úgy, hogy... hogy ez még nem élet meg még a gyümölcs. Tehát, hogy valaki nevelgeti a fát, de még nem hoz a gyümölcsöt. Tehát ön korábban említette azt, hogy a jó útja az emberiségnek, tehát nem a spites úton lévő embereknek, hanem általánosságban, az, hogy az erőfeszítések útját választja, nem csak a fájdalmaktól van menekülés útját. De nekik nincs meg ez a leírása, hogy a célt lássák. Ők nem érzik ezt, az emberiség nem érzi. Tehát nem tud ilyen irányba előre haladni, mert nincs meg a választása. Tehát képzeljétek el önmagatokat, mint egy kicsi gyermek, amely nem a természet fejleszti, hanem az fejleszti, amit maga előtt lát. Tehát, hogyha 2 éves, akkor nem tud előre haladni, mert nem tud 3 éves lenni. Lényegtelen, hogy mennyi csapást kap. Mit akarunk tőle? Nem tudjuk, hogy mit akar a fény felülről, amely összekapcsol bennünket. Ez elviszi őt, és megadja neki a lehetőséget, hogy hogyan választhat magának példaképet. Oké, ezekkor vonzani kezdi, azt látja, hogy az eresőmének megfelelően föltárul, erre vágyni kezd. Tehát, és akkor aztán, amikor növekszik, akkor megint csapásokat kap, akkor megint mit akar? Menekülnek a csapásoktól. De most már példát lát maga előtt, egyre értelmesebb válik, ezt akarja követni. De ez nélkülünk nem történne meg. Tehát a kapcsolatnak a felajánlása az egy cél, vagy egy eszköz? Nem. A kapcsolat az egy eszköz annak érdekében, hogy kiépüljön, a helyes formája az emberiségnek, és ebben a formában elérje a saját gyökerét az emberiség. Hogy a gyökerhez tudjon kapcsolódni, és ebben a kapcsolatban, a gyökerhez való kapcsolatban meg tudja magát gyógyítani az emberiség, és érezhesse, hogy tehát röviden minden vágyát ki tudja tölteni. Mintha lenne egy nagy ilyen konténer, edény, amit ki kéne tölteni. Tehát mindenféle módon, ahogy csak lehetséges, ki tudja tölteni. Oké, tehát mi... Tehát lehet, hogy ez nem az első állapot, tehát mi nem mondjuk, hogy a kapcsolat vezeti az emberiséget egy boldogabb élethez, hanem ugye ez az életnek a célja. Nem. Ahhoz, hogy egy jó életet éljen el, az emberiség egy jobb életet, tehát, hogy az ember többet is akar. Az kell, hogy az ember többet akarjon, mint egyébként a testi szükségletei. Akármilyen rafináltan akarja. Tehát mi olyan dolgok után rohanunk, az egész emberiség, amely igazából nem sokkal több, mint a testi szükségletek, egyre magasabb szinten van a kielégítése, és ezért ad ürességet és csalódottságot minden, amit megpróbál megragadni. Mert nem a természetes edényeink alapján történik ez meg, mivel az én természetes edénynek megfelelően én csak úgy akarok élni, mint egy állat. Ezeket kaptam a természettől. Azaz, van valami, ami természetes módon van limitálva, mert kicsi, és minden mást azt az én a közösségemmel kapcsolatomban tudom elérni, amely fölér mell az állatnak, és ez már nem az én természetemnek felel meg. Tehát én akarok pénzt, aranyat, ezüstöt, hatalmat, hát honnan származik mindez? Ez a környezettől jön, a környezet várja el ezt tőlem. Ez nem az én belső vágyaimból fakad, és ezért csalódott vagyok, mert nem tudom elérni. De amikor elkezdem érezni ezeket a vágyakat, megkaptam az edényeket, ugye, mert a szex, a család és ezek a dolgok, amikor ezeken túl tudok lépni, és akkor érzem a többi vágyamat, akkor nem érzem kielégítve ezeket. De ha másiknak van 100, én is 100-at akarok. Miért?
és miért nem tudom kielégíteni, mert nem az én edényemről van szó. Magaménak érzem, de nem az enyém. Csak abban a pillanatban, amikor megkapok valamit, amit igazán akarok, mert ugye úgy működik, hogy kapok egy idegen vágyat, megpróbálom kielégíteni, és csalódottság, mert nem sikerült. Tehát ezekben az edényekben csak csalódottságot érezhetünk, csak csalódottságot ragadhatunk meg. Tehát például ez vezet a drogoknak a használatához, és minden egyéb dologhoz, mert az emberiség az idegen edényeket nem tudja kitölteni, amiket egymástól szerez. De pontosan ezeknek az edényeknek a feltárulása által válik ez megragadhatóvá. Tehát ez a természetnek a lerombolásához vezet, és mindenféle dologhoz. Egyre többet tanulunk. Még el sem kezdtük a cikket, ugye? George kérdezik Guadalajarából. Minek kell lenni a 99% céljának, hogy kapcsolódjanak össze a saját céljuk érdekében? A 99% célja az kell, hogy legyen, hogy megtanítsuk őket, hogyan kell helyes módon összekapcsolódni, és ebben az egységben, amit egymás között elérnek, érezni fogják azt az erőt, amely biztonságot ad, boldogságot, és még Guadalajarában is, mondja rá. Nem sokára megyek oda különben, mert lesz ott egy kongresszus. Gondolom ősszel, mert ugye augusztusig nem lesz, ezt legalábbis most így tudjuk. A kérdésem, hogyha mi kevesebb szenvedést érzünk, akkor ez annak a jele, hogy elkezdtünk közelíteni a felebaráti szeretethez? Hát arra érzem a szenvedést, miből gondolt, hogy ez a szeretet akkor? Ez a kérdésem. Tehát, hogyha nem érzek akkor a szenvedést, hogyha kevesebb szenvedést érzek, ez a jele a szeretetnek? Hát az a kettő így nem így van kapcsolatban egymásban. Ne próbáld meg, hogy amikor nem ezt érzem, akkor más kell éreznem. Nem. Nem magad a cél felé fordíts, és mind... Hát most legyen, hogy érzel-e szenvedést, vagy nem. Mert ha nem érzem ezt, akkor azért nem érzem, mert a teremtő így vagy úgy rendezte el. Ezek spekulációk, ezek így nem vezetnek sehol. Tehát Doron kérdez. Tehát mi folyamatosan változunk, az elf pedig. Tehát az az elf, hogy hogyan használjuk a vágyainkat, magunkról gondoskodunk, vagy másokról gondoskodunk. Az egész emberiség az eljut ebbe az állapotba, ezt változtatni fogja? Az egész emberiségnek el kérni az állapotot, hogy a legkisebbtől legnagyobbig ismeri fogják a nevemet. Úrra, Dev ravaszul válaszolt. Hújjúj, ez nagyon ravasz válaszolt. Oké, tehát amit most ön mondott, annak érdekében, hogy kiépítsük a szeretetet, a célen túlmenően nyilvánvalóan valamifajta fájdalomszint kell. Persze, hát a szenvedés, mindig az, hogy milyen szenvedésről van itt szó. Hát a célszerűségből van a szenvedésről. Oké. Na, ezt most nem értem, szétesett a fordítás. Egy szót nem értek belőle. Semmit nem értek belőle. De akkor most, igen, olvastam egy cikket, élveztem, és eljöttem azzal a vacsorára, és jobban szerettem volna olvasni, akkor ez szenvedés, vagy nem? Tehát valami savanyú tettem, akkor szenvedek? Hát pontosan ez a kérdésem, mondja Glicerim. Akkor mondjuk én csikét akartam enni, és te pedig uborkát adtál nekem, akkor szenvedek? Savanyúságot. Az én számomra öröm volt. Azért, mert én előre adtam a vacsora által. Oké, pontosan ezt akarom kérdezni, hogy a workshopunk által mi ellenmondunk egymásnak, meg mindenféle dolgok vannak fölötte, pedig kiépítjük a kapcsolatot. De ennélkül nem éreznék semmit. Tehát akkor szenvedünk, vagy nem? Rav. Itt a zavarok hiánya, az felülről érkezik hozzánk. De nekünk biztosnak kell lenni benne abban, hogy egy... Te is képes lenni magadnak kiépíteni a zavarok nélkül is ezek a dolgokat? Glizerin? Nem, hát... Az, hogy mi megpróbáljunk elmenekülni a szenvedéstől nyilvánvalóan, nyilván ez étvágyat ad. Tehát az éjség adja az étvágyat ahhoz, hogy jó legyen, amikor a kaját eszük. Rav. A hiánya a cél elérésének
hogy ez inspiráljon a kitöltésre. Itt lehet azt kérni, ezen a módon lehet ezt kérni, tehát hogyha én az edényre, a hiányra koncentrálok, természetesen arra kell koncentrálnunk, hogy miből származik a kiegészíti edényem. Hát onnan, hogy megpróbálok másokkal összekapcsolódni, és akkor megértem, hogy mennyire nem vagyok összekapcsolódva, azzal, ha megpróbálom, azzal fogok rájönni erre. És akkor a savanyú borkát rákcsálom, ahelyett, hogy a csirkét tenném. Oké, de érezzem a többieket. Tehát nekünk mindenki azt mondja, hogy össze kell kapcsolódnom, de én nem érzem a többieket egyáltalán, Rav. Na de mennyire érzed, hogy nem kapcsolódsz össze, hogyha nem próbálsz megkapcsolódni? Hogyan fogod érezni? De nem érzékem a többieket, mondja Glicerin. Hát mit csinálják, ha nem érzek semmit, Rav? Hát ez az a pont, ahol kifejlődik a gyűlölet, amit úgy nevezünk, hogy a megváltó gyűlölet, az egy, amely gyakorlatilag az önmagával a gyűlölet, amely céltalan. Tehát megpróbáljuk összekapcsolódni, és akkor látom, hogy célszerűen a kapcsolat a törés után. Oké, de a csoporttal... De a csoportban mindenki szeret engem, akkor hogy fog idejutni? Ha mindenki össze van kapcsolódva, tehát így nagyon unalmas ugye egy emberként összekapcsolódni. Ez a jele annak, hogy nem vagy igazán a kapcsolati cselekedetben. Na jó, de akkor ez mind alapszik? Nem ezen alapszik? Ez nem, mondja Rab, nem ezen alapszik. Itt egy probléma van. Ha te nem érzed, hogy mit kell tenned a kapcsolattal, akkor egy probléma van. Én a workshopról beszélek például. Nyilvánvalóan, hogyha különböző cselekedeteket teszünk, ez oké, de nem érzem a kapcsolatot. Tehát neked azt kell látnod a workshopon is, hogy én fölteszek egy kérdést, és akkor neked azt kell látnod, hogy nyilván ez egy kérdés, a válasz, mert a válasz is valamilyen módon véletlenszerű, mert a kérdés véletlenszerű. Tehát a kapcsolat, amikor elérsz, össze tudsz kapcsolódni, akkor el kell jutnod egy különleges ponthoz. Tehát te nem az intellektusoddal kell, hogy előre haladj, hanem azáltal, hogy vizsgálatokat végzel, egy újfajta, és azáltal, hogy vizsgálatok végzel, a kapcsolat új szintje emelkedik fölfelé. Oké, na de ezt én nem érzem a workshop alatt, ezt a kapcsolat. Ez a te problémád, mondja Glicerinnek Rav. Tehát lehetséges, hogy a te cselekedet, ez valamifajta külső cselekedet kell, terjesztés, vagy bármi más. Tehát én nem tudom, hogy honnan érezhetnéd te ezt a kapcsolati erőt. Oké, amikor valami kölcsönös dolgot csinálunk, tehát még a kaja alatt is, én érzek valamifajta kapcsolatot, de mégis egy csomó dologot meg üresnek érzek. Hát ez sokkal nehezebb, mint maga a kölcsönös cselekedet, például az étkezés alatt. Nyilván itt egy szándéknak kell megjelenni, a szándék pedig arra irányul, hogy tudunk összekapcsolódni másokkal. Oké, mondja Rav. De ezen a módon soha nem fogjuk befejezni ma ezt, úgyhogy valahogy lépjünk tovább, mondja Rav. Hát egy mondatot olvastak a cikkből. Tehát a kapcsolat köztünk és a terjesztéssel, ami most is történik. Tegnap például kaptam barátaimtól üzenetet, akikkel találkoztam, hogy megpróbálták, tehát természeti erőforrások megmentéséről beszélni valakitől. Ez a folyamat, ami ma történik itt a közösségen belül. Tehát egyfelől nekünk a fizikai világban kell érzem, másfél még ebben a közösségben. Tehát mi a helyes módszer a számunkra cselekedni? Itt Izraelről van szó. Tehát mi nem mondunk, nem harcolunk semmilyen intézet ellen, semmilyen kormányzati erő ellen, semmilyen civil szervezet ellen, lényegtelen. Mi nem harcolunk senki ellen.
mi csak és kizárólag a szakadék ellen harcolunk, ami az emberek között van, annak érdekében, hogy összekapcsolódjanak. Csak ezzel ellen harcolunk. Tehát mi egy problémát látunk az összes, egy megoldást látunk az összes problémára. Tehát én nem tudom, hogy kinek van igaza, vagy nincs. Tehát van, aki ezt akarja, van, aki azt. Ez nekem úgy hangzik, hogy ez nem helyes. Oké, de én nem akarok még nyomozni se ilyen ügyben, hogy kinek van igaza. Az, a legfontosabb dolog az, hogy a reformál fényt magamra vonjam, és ez majd elintéz minden más. Tehát nem kell ez vagy abba az irodába belépnem, vagy e között, vagy a között, a szervezet között, a természet megmentése érdekében eldöntenek, kinek van igaza. Ez csak lerombol bennünket. Én komolyan mondom ezt, mondja. Ez soha nem fog nekünk segíteni, nekünk nem szabad ezeket a dolgokat megérinteni. Nektek... Tehát a férfi és a nő közötti kapcsolatban se kell igazságot tenni. Vagy a tanárok és a diákok között, vagy a szomszédok között. Nem. Nincsen megoldás erre. Csak egy megoldás van, amit a fény tud elhozni, és ez pedig a kapcsolaton keresztül lehet. Akartok megoldást? Kapcsolódjatok, mondjam. Tehát akartok dolgokat, hogy a peres dolgokat akartok eldönteni, menjetek az ügyvédhez, mondjam, ne hozzánk. Mi egyetlen erőnek a működését akarjuk látni, ez pedig a kapcsolatnak az eleje. Oké, de akkor nézzük azt, amit ön mond. Tehát, hogy mi valóban egyesülni akarunk, egyesíteni akarjuk őket, egyfajta... Tehát nagyon sok ember, aki azt mondja, hogy támogat bennünket. Tehát a kapcsolat az, amikor az emberek bizonyos dolgok mértékében együttműködnek. Ez tűnik a kapcsolatnak. Oké, de amikor összekapcsolódnak, kapcsolódjuk össze helyesen egymás között. Tehát egy bizonyos siker érdekében akarnak összekapcsolódni, kapcsolódjanak. Nyilván különböző sikereket érnek majd el, mert meg fogjátok látni. Tehát nyilvánvalóan ennek érdekében együtt kell működniük, össze kell kapcsolódniuk, és aztán ha a kapcsolat elég erejű, akkor a teremtő fel is tudok egy lépést tenni. Jó, ezt zárjuk le, és akkor Gilád. Amikor a kapcsolatról beszélünk, ami köztünk van, és nem tudom ki között, tehát mi ma, most a harmadik nap telt el a kongresszus óta, a kongresszus az erős volt, ez mint egy felhőbe ültünk volna, ami fejleszt bennünket. A párizsi kongresszus. Nyilvánvalóan ez egyfajta utazás volt. Tehát ez egy erőteljes érzés volt. Azóta mindenki terjesztésben van éjjel-nappal. És aztán valamint, hogy egyetlen hatalmas nap telt volna el. És nyilvánvalóan itt hatalmas tömegű ember volt ugyanabban a cselekedetben. Ez minden mástól megkülönbözteti ezeket a napokat. Tehát én nem gondolom, hogy elmúlt a kapcsolatnak az ereje a kongresszus után. Tehát és nem azt történt, hogy visszatértünk a rutinhoz, hanem itt valami olyan dolog történt, ami nagyon ritkán történik. Hogyan tudjuk megragadni ennek az előnyeit, és hogyan tudjuk, hogy elérni azt, hogy ezáltal a nagy terjesztési cselekedet által benne maradjunk a kongresszus érzésében. Erőfeszítést kell tenni egymás között. Nem dumálni kell erről, hogy nekünk folyamatosan meg kell újulni, hozzá kell adni, tudást kell hozzáadni a cikkekből, még többet. Nem arról van szó, hogy egy jobban el kell merülni, amit tanulunk. Hát amit tennünk kell, az erőfeszítés. Tehát ezeket a cselekedeteket estéről estére végre kell hajtani, és egyre többet kell beszélni az embereknek, tudnia kell, hogy mi történik más emberekkel, beszéljétek meg. Mert ez ráébrez benneteket, felébrez benneteket, ébren tart benneteket. Hamarosan elkezdünk egy nagyon széles tevékenységet Szocsiban, Bulgáriában. Mindkét helyen hatalmas munka kezdődik két napon belül. És ahogy azt mondtátok,
ahogy a kongresszus után, ugye először voltam Makedóniában, voltam kongresszus előtt, aztán Olaszországban, aztán Franciaországban, ami azt jelenti, hogy egyfajta fokozósan lett ez felépítve. Nem is erről beszélek. Tehát én inkább arról beszélek, hogy a kongresszus után rögtön elkezdődött valami, és akkor az ez összefolyott, folyt itt Izraelben a kongresszussal. Tehát rögtön elkezdtük a terjesztési folyamatokat itt, és még nem jutottunk a végére. Oké, magyarabb. Itt most nagyon sok művelet történt a terjesztés tekintetében, nagyon sok helyen, nem csak itt. Tehát ugye Bulgáriában, Szocsiban, Olaszországban, aztán Dél- és Közép-Amerikában hamarosan jön a kongresszus. Tehát itt egy nagyon... Tehát azt hiszem, hogy Kolumbiából indulunk, aztán Ecuadorba megyünk, tehát az egészen Chiléig, aztán Chiléből Mexikóba megyünk Guadalajarába, és Guadalajarába megyünk New Yorkba. És a végén egyfajta komolyabb csapás hajtunk végre New Yorkba. Tehát 20 nap lesz, ami különböző kongresszusok különböző országban, 20 napig nem lesz RAV Izraelben. Tehát amikor ezzel a kongresszusokra megyünk, meg kell próbálnunk egy fejlődési folyamatot kiépíteni. Tehát nem minden helyen lesz ugyanolyan a hatás, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy ahogy azt már az előzetes helyeken is már beszéltünk erről, tehát nem csak ismételjük mindig új helyeken a fejlődést, hanem gyakorlatilag folytatólagosan kapcsoljuk ezeket a helyeket össze. Tehát mindenki egyformán fejlődik, mert mindenki ezt nézi. Hát aki nem, az nem. Nyilván ez a saját probléma, az egyre módon nem tud előreadni. Mert én nem tudok különösen azok felé, a csoportok felé segíteni, akik... Tehát mindenkit egyfajta irányba akarok fordítani, és nem egy-egy csoportot akarok egyfajta irányba fordítani. Tehát... De hála Istennek a vágya az ott van ezekben a csoportokban. És a megértés, a kapcsolatra irányultság az egyre erőteljesebb. Tehát így mondom, kell megragadni ezt a lehetőséget, ami az orrunk előtt van. Oké? De most olvasunk, vagy nem? Elkezdünk olvasni, vagy nem, magyarabb? Gerzson. Na várjunk, még Gerzson kérdezni akar. Én olyan cselekedeteket szeretnék csinálni, amelyek a cselekedetek nagyszerűségét adják meg. Hogyan tudjuk mi invertálni ezeket a cselekedeteket? Hogyan tudjuk a cselekedetek nagyszerűségét a cél nagyszerűségébe fordítani? Hogyan tudjuk ezt a teremtő hiánya felé fordítani? Én csak egy dolgot mondok nektek, magyarabb. Hogyha mi nem akarjuk a teremtőt felemelni magunk között, a nyilvánvalóan az azt jelenti, hogy a köztünk lévő edényben a hiányát kell a teremtőnek felemelni, ha ez nem sikerül, akkor szenvedni fogunk. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Úgyhogy nekünk el kell várni, hogy jelenjen meg köztünk, és meg kell tennünk mindent. Ezért a mi sikerünk az a ez addig nyilvánvalóan abból indul ki az egész, hogy nekem állandóan vágyni kell, hogy legalább azt a kapcsolati szintet elérjem, amit előtt elértem. Tehát a transformáció, amiről beszélünk, az ezzel függ össze. Tehát amikor összerakunk egy csoportot, itt vagy ezen a helyen, vagy azon a helyen, összeraktuk őket, még 10 embert összerakunk, akkor nyilvánvalóan leírhatjuk, hogy a cselekedet végre lett hajtva. De ez csak egy felkészülés. Ez egyfajta preambulum ahhoz, hogy meg kell történnie. De ahhoz, hogy valóban el tudjunk kezdeni dolgozni, tényleg össze kell őket kapcsolni, hogy valami fajta egységes érzésben leessünk,
amit a kapcsolat ad meg nekünk, és a kapcsolat érezze mindenki a csoporton belül, hogy a kapcsolatok kap valamit, hogy egyetlen edényé kapcsoljuk össze őket, és akkor ők rájönnek, hogy ezt nem tudják megtenni, valamire még szükségük van, és akkor a teremtőre lesz szükségük. Tehát amikor ide eljutunk az ő kapcsolatokon belül, ez a nagyon fontos, mert közben nyilván nem tudunk ezen a kapcsolaton dolgozni. Tehát ki akar az én csoportomhoz kapcsolódni, tehát amikor kimegyek, és akkor embereket hívok, oké, akkor írok 10, 20, 30, 50 embernek, de hogy hogyan fogok dolgozni egymással az emberek, az egy fontos kérdés, Gerzsom. Ez az én kérdésem. Tehát akkor... Várj. Tehát majd meg fogod érteni, mit kell tenni. Oké, de én nem akarok várni, én szeretném tenni a dolgomat. Én nem tudom a munkának a sorrendjét. Itt vannak menedzserek, tehát amit én ígérem nektek, hogy nektek emberekkel kell dolgozni, össze kell őket kapcsolni. Nem csak, hogy regisztráljátok őket a campus kurzusokra, azt, hogy tanulóprogramokra és így tovább, hanem látnotok kell azt is, hogy nincs, hogy megmutasd nekik, hogy nincs erőjük, hogy nem érzik, nem hallják meg, hogy milyen kapcsolatról beszélsz. Mert mi van viszont kapcsolatban, miről beszélsz te? Ez fog jönni az emberekből, tudod? Nem csak az, hogy odamész hozzájuk, és azt mondod nekik, hogy fogja, emeljétek fel a kezeteket, és játszatok ezen a módon, vagy ezen a módon, hanem azt kell, hogy elérjétek, hogy a szívükben érezzék azt, hogy ott értsék meg, hogy mit kell vágy, mire kell vágyniuk. És akkor ki tudjátok építeni a reformáló fény és a teremtővel kapcsolatot, és akkor megértitek majd, hogy nem tudjátok megtenni, nem tudjátok őket ezen a módon megközelíteni. Nektek a csoportokkal való kapcsolatra van szükségetek, tehát arra van szükség, hogy a felső csoporttal összekapcsoljanak velünk. Tehát innen kapják majd az erőt. Tehát ez a következő pénz kész ki a teremtő, a mi csoportunk, Bibi, és a Gerzson csoportja. Ennyi. És ilyen módon tehát ez a te csoportod itt alul, és Gerzson itt a csővezeték. Az a fordít most egyébként. Tehát ez, hogy ez működik. Ez vagyok én, az a RAV, ugye a felső cső, és fölül pedig a teremtő van. Természetesen még vannak a kabelista láncolatok, de röviden ez így működik. Én értem a folyamatot. Ezen a módon tanultok ti tőlem, hogy hogyan kell jobban dolgozni a csoportotokkal. Ez én vagyok a minta. És hogy lehet ilyen átvezető cső. Oké, ezt értem. Tehát én együtt vagyok a csoporttal, értem, hogy mit kell, hogy mi a folyamat. Én eljövök, végigülöm, itt a belső hiányról beszélek. Hogy a folyamat, amit ön mond, az azt jelenti, hogy menedzselni kell annak a megértését, hogy hogyan lehet a tóra útján haladni. Tehát, hogy miért élünk, hogy az emberek megjön ez a kérdés. Nem. Mi az, amit te tőlük kaphatsz? Ők egy hiányt adnak neked. Tehát, ha te félsz, meg szégyenkezel tőlük, akkor nem fogsz tudni kapni tőlük. Tehát neked fizikailag kell érezned, hogy az izgatottságokat, a besózottságokat magyarabb. Hát mit tudsz nekik adni? Hát hogy tudod őket megetetni? Mit tudsz nekik elmagyarázni? Hát semmid nincs. Nekem semmim nincs, senkim nincs. Honnan induljak? Hát fiúk, segítségem, szükségem, honnan induljak el? Ezt kell a csoportok kérdezned? Igazából mindenhova szaladgálnod kéne, hogy tanácsot tud kérni az itteni csoporttól. Hát ez az, hogy ennek működnie kéne. És akkor... A bélyébagukhoz fordulsz. Nem csak te, hanem mindenki. Aki ezt a munkát végzi, ott is van egy kör. Mondjuk ez a NIV-nak a csoportja. Egy csővezetékkel, ott a NIV, ugye az a cső. Az mondjuk legyen Jakokka, oké, akkor az a Jakokka. Na akkor...
Tehát hogy kell írni az Aleffel vagy az Aimmel? Oké. Ez a Jakokának a csoportja. Meg kell szerafotja a nevét. És így tovább. És akkor a Bilébaluk csoport az valóban egy sürgetéssé válik, egy szervezővé ennek az üzenetnek az átadójával, ott a zöld kör, amit aztán visszahozza a hatalmas hiányt a csoportoktól, és felemeli együttesen, és akkor segítséget kap a teremtőtől ennek a hiánynak a kitöltésére. Ez így működik. Aztán itt vannak más csoportok, aztán alcsoportok. Aztán így terjed szét ez. Egész addig, amíg mi mind nem egyesülünk. De ne aggódjatok, ez megtörténik. Minden lenyugodott, amikamon kívül. Na, amikor ma még nem engedtem, hogy kérdezz. Akarsz kérdezni? Na jó, akkor kérdezz. Amikor Balasulám... Elkezdett azokkal beszélni, amikor elkezdték ezt az országot stabilizálni, akkor ők zavarodtak voltak, mert a gyűlöletet tapasztalták, akkor ez a, nem tudták, hogy ez a teremtőnek a fénye, vagy pedig... Tehát mi az oka annak, hogy először mindig a gyűlölet jön? Én nem tudom, miről beszélsz. Tehát a te okoskodásodat most nem teljesen értem, mondjára. Miért utasították el Bálaszolámnak a javaslatait? Hiszen ez a teremtőnek a fénye volt. És mégis hatalmas ellenállás váltott ki. Ez, amit én megértettem. Tehát... Ezért kérdezem. Tehát amikor elkezdik ezt a fajta terjesztést olyan szinten csinálni, mint ő, akkor ilyen elutasítás érkezik. Na jó, oké, kérdeztél, akkor én válaszolok, magyarabb. Itt van egy lényegi különbség, hogy amúgy ki a működtető, mi a cél, hogy mi a szükségszerűség, és kiből árad ez. Tehát ez a különbség a mennyek és a föld között. Tehát mi vagy kiépítünk egy fajta kibucot például, vagy ezt az országot a saját erőnkből, vagy minden a saját hatalmunkon múlik. Ez, amit most csinálunk egyébként, így építjük Izraelt. Tehát nincs szükségünk, hogy higgyünk bármilyen erőben. Mi azt látjuk, hogy nincs erő, ami segítene nekünk a történelem során, vagy ha létezik is, nekünk csak bajt okozott. Az, hogy nincs más rajta kívül, akkor én azt látom, hogy amit a nincs más rajta kívül több ezer éven keresztül tett, az annyira nem volt jó. Tehát lehetetlen, ezáltal elfogadhatta az emberekkel ezt a meghívást, és bárszulam sem tudta megtenni ezt. A cél az nem az, hogy összekapcsoljunk és építsünk egy nagy és jó gazdag fizikai életet, hanem hogy ez az élet csak azért kell, hogy helyet teremtsen a teremtő feltárulására, hogy örömet okozhassunk neki. Tehát ezért ez igaz a nemzetre és a családokra. Nem a cél, nem a nemzet építése önmagában, ez egy eszköz. Tehát a teljes működésben, ami aktuálisan összekapcsol belünket, ez kell legyen a cél. Tehát itt nyilván van egy szükség arra, hogy a teremtőnek a fénye és ehhez hozzáadódjon. Vagy a teremtő arca, mindegy, hogy hívod, de nevezzük itt a teremtő fényének. És a fény által lehet ezt elérni. Tehát ez teljesen megváltoztathatna mindent. Tehát aki azt mondja, hogy mi vagyunk Jákob gyermekei, kik azok a Jákob gyermekei? Tehát emberek, akik mindenféle
kommunákból érkeztek, nyilván kis falukból, Oroszországból, Izrael földjéhez. Tehát mi ugye most a 80-as évekből, 90-es évekről beszélünk, amikor sok orosz érkezett ide. Hát persze, hogy ők nem tudják elfogadni azt, amit Balhat Szulán mond. Mi beszéltünk erről, a hitről, az arcról, a szenvedésről, de mégis Balhat a tórát akart átna nekik. Hogy... De nem hittek neki, ez történt. Nekik a saját erejükben hittek. Én se hittem neki, mondja Rav. Hogyha az ő cipőjébe raktam volna magam, azokban az időkben, és feltételek mellett, miért? Nyilvánvalóan, amikor én a programok erről megszöktem például Oroszországban és Ukrajnában, Ukrajnában volt nagyon sok program, abban az időben, amikor Bászalom jött, akkor mit kezdtem volna itt? Akkor hittem volna neked, vagy hittem volna a teremtőnek, vagy miben hittem volna? Örülök, hogy túléltem. Tehát nekünk a saját közösségünket kell kiépíteni. Ez volt a feladat ott az embereknek. Ó, ezért kérdezem ezt. Tehát a gyűlöleten keresztül tárulott fel a teremtőnek az arca. Tehát, hogy mit jelent az, hogy a teremtő arcának a fénye? Tehát nyilván akkor az... Mi az oka annak, hogy ez így működik? Tehát ez az oka annak, hogy mi az oka annak, hogy ők nem értek együtt. Az ellenállás volt bennük minden irányban, magyarabb, amit vallásnak éreztek, minden. Tehát értetek, hogy mi történt Oroszországban ezekben az időben, értsétek meg. Ők elmentek a zsinagógába, Jom Kippurkor, és disznót ettek mindenkinek előtt, mint zsidó emberek. Mivel ők azt mondták, hogy ezeket a dolgokat, amit a felserülről volt, törjük el, mert ez megakadályoz bennünket abban, hogy előre haladjunk, ezt löktük, távolítsuk el a vallást ilyen módból, és nyilvánvalóan az ő szempontjukból még igazuk is volt, nem tudtunk volna ellentmondani nekik. Oké, de Bászalom önmagában azt mondta, hogy nyilván a vallási emberek ismerték az ő cikkeket, és tudták volna, hogy milyen különbözőnek a kabalát. Ez egy másik része a mondatnak, mondja Rav, amit mondasz. Ne keverjük össze. Ez egy másik része. Az, hogy valóban haladni a teremtő fényével. Mit jelent ez? Az ő számukra ez azt jelentette, hogy ők megpróbáltak megtartani a parancsolatokat. Tehát még egyszer, mi reggeltől estig megpróbáltunk benne maradni a szokásokban. Ma, és csomó ember pedig azt mondta, hogy én csak a nemzethez akarok kötődni, nem érdekelnek a rituálék. Nagyon sok ember meg ezt gondolta, aki idejött Izraelbe. Nem, ez nem az én mikrofonom, valamit hallottra. Érted? Tehát ezért ez nem is működik. És ennek az abban az időben így kellett lennie, amikor Izrael megalakult. Tehát nyilván itt voltak opportunista mozgalmak, ami ugye Marx ellenében is megjelentek ilyenek, tehát más megközelítések, amelyek ellentmondtak egymásnak, tehát különböző szocialista kiáramlások. Tehát röviden nem működhetett. Jó, de itt van egy lehetőség, hogy fölérmekedjünk mindenek, mert a teremtő arcának az elutasítása volt a mögött, másfelől pedig, amikor mi felismerjük, hogy nyilvánvalóan keresjük a teremtő arcának a felismerését, de csak az, hogy manipulálják az életüket. Isten mentsem! Nekem semmilyen ilyen megközelítésen nincs, amiről beszélsz. Miről? Honnan szeded ezt? Hát az, hogy van, akik gyűlölik a vallásosokat, meg gyűlölik a vallást, a szekuláris emberek között. Te honnan származol, vagy honnan tudod? Tehát ezért kérdezem, Rishon de Zionból voltak ez ilyen csoportok erejével között
amikám. Tehát egy bizonyos módon ez is folytatódik. Tehát a legnagyobb ellenállás azból indul ki, hogy még a vallás is elutasítják. Egy dolgot mondok neked, magyarul. Nagyon egyszerű, de nem besz, ne, az, amit mondasz, nem jó, nem helyes. Azért, mert ennek a csoportnak, és ennek a csoportnak, és ennek a csoportnak is léteznie kell. Izrael nemzete az pedig csak egy korrekt kombináció lehet az összes csoportnak, és összes frakciónak. És ez még mind működnie kell. És a gyűlöletnek nem szabad meglennie. Mindenkinek szeretettel kell fordulni egymás felett, tehát ez a lényeg. Oké, akkor ezen a módon összefogjuk a leckét. Egyetlen bejelentésünk van, a belső kulcs, a Tel Avivi csoport. A Tel Avivi csoport meghív bennünket, hogy tanuljunk együtt. Este 7-kor lesz ez Tel Avivban, és akkor itt vége is van a leckének.